Jó estét kívánok! Egy szöveget fogok felolvasni. Épp eléggé lehetetlen ez a formátum már így is, és gondoltam, hogy még jobban csesszük el. Úgyhogy ezt az alapvetően orális műfajt én írásbelivé tettem. Az írásnak az a címe, hogy Határév. És akkor el is kezdeném. 2006-ban már nem lehetett többé azt mondani, hogy a honi építészet válságát az okozza, hogy megszűntek a tervezővállalatok, a nagy alkotóműhelyek. Fafűjűnek kellett lenni ahhoz, hogy ne lássék, új struktúrák álltak fel. Kiépült az egyetemi oktatás teljes vertikuma, és létrejöttek azok a csomópontok, amelyek sikerrel lettek a tudásgenerálás új helyei. Posztgraduális képzések a műegyetemen, építészmérnöki tanszék a Debreceni Egyetemen, amelynek különlegessége az volt, hogy sokáig az egyetlen hely volt a Dunától keletre, ahol építészdiplomát lehetett szerezni. Volt NNN-t galéria, pörgött a mesteriskola, illetve az itt tárgyalt évtized végére már az IBLIN, vagy hogy magukat szeretik nevezni, a kőműves képzőn is elindult a mesterképzés. A korábbi 70-ről évi 800-at duzzadt a végzett építészek száma. Ebben az általános konjunktúrában megjelenik az Erasmus generáció is, nem alakul ki azonban annak a gyakorlat, hogy a magyar építészek európai kollégáikkal indítsanak vállalkozásokat. Illetve égetően hiányzik az a hazai professzorátus is, amelyik jegyzett európai oktatási intézményekből visszatérve bíbelődne a magyarországi regionalizmusokkal. Mindannyian tisztában vagyunk a kivételekkel, mint hogy azzal is, ahogy az itt nem sokára megszólaló Gunter Zsolt és Csillag Katalin karrierje nem a siker ebből a szempontból, hanem egy fájó, szellemi és kulturális magány példája. 2006 az abszolút konjunktúra éve. Lesz kortárs építészeti központ, lesz Pecsakucsa, Somlay Fischer Szabolcs és Szemerei Samu remek biennálét hoznak össze Velencében. Ugyanebben az évben indul el a média építészeti díjának béta változata az Építész Fórum szervezésében. Létezik még Oktogon építészet kritikai műhely, a háza problémája pedig megjelenik a napilapok hasábjain is. Még épp tombol a lap- és könyvkiadás, noha aggasztó jelek itt már vannak. 2006-ban már nem indítják el a Villágmagazint, amely a Szép Házak pimpelt változata lenne, pedig szeretik az építészek. A Sonoma ugyanez időtájt csinál építészeti lapot a piac egyetlen design magazinjából, az Átriumból. A jelenség kétélű. Örvendetes, hisz jelzi, számosságában és minőségében is olyan szintre jutott a villaépítészet Magyarországon, hogy az a gond nélkül is megtölthető két magazin is. Másfelől a döntés szomorú. Jelzi ugyanis, hogy elindult a piac zsugorodása, a nisnapok menthetetlen kihalása. Megjegyzem, ez tényleg megtörtént. A gondolkodásrend változására úttal, ebből a szempontból is egyébként tényleg határkő a 2006. Szóval a gondolkodásrend változására úttal 2006-ban, hogy ekkor mond le a főépítészi posztról Schneller István, akit kritikusai inkább csak langsamernek csúfolnak a háta mögött. A pozíciót 2010-ig Beleznai Éva tölti be, és ez egybeesik Bojár Iván András városarculati főtanácsnokoskodásával, illetve Z. Halmágyi Judit politikai szerepvállalásával. Ez a Dream Team azt sejtetné, hogy Budapesten urbanisztikai paradigmaváltás is várható, amelyben a korábbi absztrakt városépítési modellt az úgynevezett vizionárius vagy ikon modell követi. Ez a paradigma passzírozza keresztül végül a bálnát, és ugyanez a gondolkodásrend szeretne kormányzati negyedet és Budapest városházát is építeni. Bele is vágnak, csak hogy időközben történik egy s más. Az egyik az Összödi beszéd, a másik a válság. Gyurcsány Ferenc kirohanása, illetve annak következménye csak tovább paralizál egy a magasépítésben addig nem éppen jeleskedő alakulatot. Őszöd után esély sincs arra, nem is lett, nem is volt, hogy a közművek, 4-es, 6-os villamos, metró, híd, autópálya, alagút, völgyhíd építésében jeleskedő szocik vagy a szadesz a magasépítésben is bizonyítson. Jellemző, hogy a baloldali kormányzás alatt merül fel például a Dunasaurus, vagyis a rakpartok autópálya bővítésének idiotizmusa is. A kormányzati és városháza negyed kudarcain túl a szűklátókörű, paralitikus töketlenkedés alakzatába illeszkedett az önkasztrációval felérő lobbizás, ez egy rendes mondat egyébként, amellyel a konzervatív városvezetők, ezt esztétikai értelemben értem, a konzervatív városvezetők megfúrják a Szépművészeti Múzeum bővítését. Történelmietlen, de releváns kérdés, hogyha akkor is elfolyul-e a liget hiszti a mai állapotára, ha 2010-ben engedik felépülni Karácsony Tamás üvegdobozát a Hősök terén.
A vizionárius urbanisztika egyik kerékkötője, tehát az apparátusra jellemző személyi, szakmai és politikai tehetetlenség volt. A másik pedig az, hogy egész egyszerűen a gazdasági válságban elfogyott a pénz. Ennek messzeható építészeti következményei lettek, ebben most sajnos nem tudok belemenni, mint hogy abban sem, hogy bár megtenném szívesen, rehabilitáljam Schneller István főépítészi tevékenységét, de beszédes tény, hogy a jelenlegi budapesti turisztikai boom azon alternatív köztérhasználati forradalom mentén zajlik, amelyet a jó helyek rendszerével még ő pácsolgatott, továbbá, hogy ezen alternatív közterek és romkocsmák számossági mélypontja épp 2008-ra, ez tényleg így van, a vizionális urbanisztika delelőjére esik, mely delelő viszont hamar alkonyatba fordul. Tarlós István főpolgármestersége azt a régóta érő folyamatot tetőzi be, amely véglegesen formalizálja a budapesti főépítész pozícióját. Fájdalmas csalódás, hogy ennek az eljelentéktelendésnek és kiüresedésnek épp egy olyan kiváló építész és remek ember kerül a középpontjába, mint Finta Sándor. Vannak azonban helyzetek, amelyekben igazságtalanul, de az esemény bélyegzi meg a szemét. Most is ez történt. És végül. Képzeljünk el egy gigantikus belvárosi házi bulit, amelyben részt vettek a gangos lakások is. Jó volt a zene, jók voltak a lemezlovasok, szikrázó személyiségek adták egymásnak a kilincset. Az igazán nagy veretés persze az utcafronton zajlott, de a cselédlépcső mellett sem voltok a panaszra. Tapasztalt parti arcok szívták a cigit és mondták a tutit. Persze a konyhában, érted, kicsen Budapest, tehát a konyhában zajlottak a legizgébb beszélgetések. Aztán hajnalban, amikor elfogyott az összes szesz és a poharak is összetörtek, akadozni kezdett a víz, végül az áram is elment. Ebben a csendben kaptak hangra a falak mentén ügyelgő szektársok, hogy ideje lenne már végre rendet csinálni. Tisztára söpörték hát az asztalt. A kaviáros szendvicset a zsíros deszka váltotta fel, hagyma is került dögivel. Előszedték a műanyag poharakat, szereztek kannásbort, meg petpalacból pálinkát. Néhány vendéget kirúgtak, és beengedtek pár új arcot a gangról. A fekete ruhásokat a bajszosok váltották föl. Agregátot is hoztak, áram is lett. Mondanám, hogy arrébb lögdösték a DJ-t, de erre nem volt szükség. Övék volt az agregát, volt saját cuccuk, saját lemezekkel, így hát lett újra zene is. Csak hogy nem lehetett olyan hangosra csavarni a hangerőt, hogy elnyomja a szoba közepén pöfögő agregát hangját. Hiába lett kevesebb a levegő, hiába lettek rosszul páran, a többséget ez tulajdonképpen kurvára nem érdekelte. Mert ez egy nagyon nagy buli volt. És még most is az, meg még mindig tart. És ezt a bulit nem csak nálunk hívták építészetnek az elmúlt 10 évben. Köszönöm szépen!